Amikor a természetes vizeinkre gondolunk, biztos mindenki a nagy folyókra gondol, a Balatonra, Velencei tóra, olyan helyekre, ahol komoly halak élnek, vidrák, gázlómadarak. Pedig, ha odafigyelünk, az út szélén, az árokban vagy a keréknyokban is felfedezhetünk parányi csodákat, a víztetején egyensúlyozó akrobatákat, a vízben ölelkező szerelmeseket, vagy az áldozatukra leső vámpírokat. A következő kísérleteket otthon is el lehet végezni. Felfedezők utánam! Parányi csodák a vízben. Merítettünk egy nagyot egy tó vizéből, és beletettük ebbe a kis edénybe azt, amit találtunk. Gyertek, nézzük meg, mi van itt. Ezek a bolharákok, ezeknek olyan görbe a háta, mint a bolhának, onnan kapták a nevüket. Iszonyú tömegben élnek a vizekben, és mindenfajta szerves anyagot megesznek. A csíkbogár áramvonalas testű, és hasán van egy levegő buborék, azt mindig magával hordja a víz alatt, és abból vesz lélegzetet. A víz tetején mászkál a vízmérőpoloska, amelyik ilyen nagyon-nagyon vékony lábakkal épked, és ugyanott szaladgálnak a molnárpoloskák, amiket mindenki vízipóknak hív, vagy ilyen is pókok. És akkor van a törpe, ugróvillásnak nevezett kis élőlény, amelyik akár föl is tud ugrani a víz tetejéről. Mi olyan óriásiak vagyunk hozzájuk képest, el se tudjuk képzelni, hogy mi mindennel kell nekik megküzdeni a saját közegükben, a vízben. Láttuk ugye, hogy voltak ilyen vízibogárkák, meg egyebek, amik a víz alatt éltek, és voltak, amik a víz tetején. De vajon hogy tudnak ezek megmaradni a víz tetején? Mit bír el a víz? Hát erre van egy nagyon jó kísérlet, akinek van kedve, az vegyen egy poharat, és vegyen hozzá egy gemkapcsot, és próbálja meg a víz tetején elhelyezni. Egyébként ezt otthon is meg lehet próbálni, nem kell hozzá semmi, csak egy pohár víz és egy vagy két gemkapocs. De nem olyan nagyon könnyű. Egy egyszerű segédeszközt kínálok ehhez. Fogunk egy gemkapcsot, így kihajlítjuk, rátesszük óvatosan a másikat, és ilyen módon már könnyedén el tudjuk helyezni a víz felületén. Látjátok-e, hogy elgörbül a víz felülete ott, ahol a fémtárgy úszik rajta? Szinte olyan, mintha száraz maradna a fém, nem? Úgyhogy kikerülné a víz valahogyan. Na gyertek, elmagyarázom, hogy ez hogy is van. Képzeljük azt, hogy ez itt a víznek a felülete, itt vannak a vízmolekulák, és amely molekulák itt a víz felszínén vannak, azokra nagyon erősen hat a vízben lévő molekuláknak a vonzó ereje. Befelé, a víz felé. Viszont egy-két molekula van csak a levegőben, a gőznek a vízmolekulája, amik nagyon lazán hatnak rájuk. Tehát ezeket a molekulákat mintegy lehúzza a többi. Ez itt a víz felületi hártyája, ahol a molekulák annyira összetömörödnek, hogy akár a gemkapcsot is elbírja, de behorpad alatta. Ez volt az, amit a pohár víz tetején láttatok. Eddig fenn voltunk a víz tetején, de most lebukunk a mélybe, mégpedig egy nagyon veszélyes kísérlettel. Biztos mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy egy pohár vízre ráteltünk egy papírlapot, megfordíthatjuk, és nem folyik ki, mert a víznek a felületi hártyája körös körül megtartja. Én azonban preparáltam egy poharat, rátettem egy függönyanyagot, ezt most megtöltöm vízzel, ugye ez simán átfolyik rajta, és így már nem tud körös körül kialakulni az a felületi hártya, amelyik összefüggő volna, hiszen a textil megakadályozza, ráteszem a papírlapot. Mi van akkor, ha ezt én most megfordítom? Kifolyik? Nem. Mert? Hát akkor az lesz a hártya. Aha, nagyon jó, akkor megpróbáljuk, tényleg nem folyt ki, mert körbe-körbe kialakul a papír és a pohár között az a vékony felületi hártya, ami megtartja. De ugye most már, ha most elveszem a kezem, akkor kifolyik, igaz? Igen. Nem. Igen, vagy nem, nem folyt ki. De hát most jön az igazi nagy próba, amire Zsombor vállalkozott, aki nagyon bátor, merész mondhatni, vakmerő, hogy mi van, hogyha elhúzom a papírt. Próbáljuk ki, hogy mi történik. És tényleg, egy-két csepp kifolyott, de a többiben maradt. Kialakult a függönynek a lukjain, ugyanúgy kialakult az a kis felületi hártya, amelyik már képes arra, hogy megtartsa ezt a vizet. Most megnézzük, hogyan működik a vízipók, csodapók búvárhangja. Kávészűrőt merítünk a víz alá,
majd levegőbuborékot fújunk alá. Miért maradt benne a levegő? Igen, a kávé szűrő lyukain ugyanúgy kialakult a levegővíz felületi hártya, mint a függönyanyagon. Elérkeztünk a vízipók csodapók titkához. Víz alatt él, de ugyanúgy légköri levegővel lélegzik, mint a többi pók vagy mint ti is. Hermann Otto írta le először ezeknek a pókoknak az életét magyar nyelven. Nagyszerű könyve egyszerre híres biológusát tette őt. Ne is rajzolta őket picibe. Nézzétek csak! Foglalkozunk még egy kicsit ezeknek az apró lényeknek és a víznek a viszonyával. Itt van egy Molnár Poloska makett, amelyiknek négy lába van, mert hogy az igazi is a négy lábába szaladgál a víz tetején. Fújd meg, légy szíves, hogy még arrébb is lehet fújni, teljesen úgy viselkedik. Nati, áttennéd a másik edénybe? Jó, szép nyugodtan fújni. És most dráma jön. Képzeljétek el, hogy ez egy igazi molnárka, és egy végtelen nagy tavon úszik, és akkor jön valaki, és mosogatószert önt a vízbe. Egy pillanat alatt elsüllyedt, ez történik egy ilyen élőlénnyel akkor, amikor mosogatószer kerül a vízbe. Végezzünk el egy olyan kísérletet, amitől talán jobban megértjük, hogy mi is történik a víz tetején. Egy kicsi őrölt borsot szórok a víz tetejére, és vajon mi fog történni, ha most ebbe belecseppentek mosogatószert? Vajon miért húzódott arrébb a bors? Hát a nyomás miatt. Igen, úgy néz ki, mintha innen egy nyomás jött volna, mert a víznek a felületi feszültsége megszűnt attól, hogy a mosogatószert oda raktuk, itt. De a borsnak a másik felén még megvolt, ott összerántottam. Ezen az oldalon megmaradt a felületi feszültség, ami egy húzóerő, itt pedig megszűnt. Tehát a hatás ugyan... Megszűnt a hártya, igen, és a molekulák arra elsodródtak, és magukkal vitték a borsot. Egy csomó kísérletet végeztünk, amiknek a segítségével megértettük, hogy a picike állatok számára a víz mennyire más jelent, mint a mi számunkra. De ezt most nem csak nekünk kellene érteni, hanem ezt mindenkinek kellene érteni, minden embernek kéne tudnia, hogyha bármilyen szennyező anyagot önt a vizekbe, a természetes vizekbe, akkor ezeknek az élőlényeknek az élet lehetőségeit tönkreteszi. Jobban kellene rájuk vigyáznunk. Thank you.